50 év feletti nők mostanában alig kapnak munkát, ez egy aktuális probléma, vagy az időskorúak, vagy kiemelten a gyermekkor és az ifjúság kérdésköre is ide tartozik. Aztán hátrányos helyzetűnek számít az is, aki mondjuk hátrányos helyzetben lévő településen él, mert nem biztos, hogy ugyanolyan eséllyel jut munkához. Illetve külön fókuszt jelentenek számunkra a családi közösségek erősítését szolgáló programok, és az önkéntesség népszerűsítését is felvállaltuk.